Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Önök a Szentes Annó adását láthatják. Mai adásunkban több mint fél évszázadot utazunk vissza az időben. A Szentesi Amatőr Filmklub tagjainak Super 8-as felvételei segítségével idézzük fel az 1970-es esztendő négy fontos eseményét. Elsőként a várost is fenyegető tiszai jégzajlás kerül a képernyőre. A honvédség tagjai látványos módszerrel segítették a jégtorlasz megszüntetését, a víz mielőbbi levonulását. A szocializmus időszakának fontos eseménye volt a rendszer legitimációja, az új tanácstagok megválasztása. 1970-ben Szentesen az Amatőr Filmklub kamerája is ott volt a tanácsteremben, s rögzítette a választás és az új tanács megalakulásának pillanatait.
Egy hangulatos családi esemény következik. Aranylakodalmat ünnepeltek Szentesen, s a népes családtagjai mellett meghívást kaptak az eseményre a filmesek is. Visszautazva az időben, a képek segítségével mi is bekapcsolódhatunk a szép pillanatokba. A szovjet típusú társadalmak nagy seregszemléje volt a munka ünnepe, melyet akkoriban kötelező felvonulással igyekeztek látványossá tenni. A filmkockák érdekessége, hogy a politikai is korrekt majális kocsik és felvonulók mellett feltűhet nézőinknek, hogy még nem épült meg a Fehérház, ráadásul macskaköveken lépkedtek a felvonulók. A fontos elvtársak május 1-én a megyeháza melletti tribűnről figyelték az iskolák, üzemek, szövetkezetek és sportolók színes menetét.
Kedves nézőink, ezzel mai adásunk végére értünk. Ma az egykori Amatőr Filmklub filmfelvételeik segítségével az 1970-es esztendő négy érdekes eseményét idézhettük fel. Megköszöni figyelmeket a szerkesztő műsorvezető Karikó Tóth Tibor és a vágó Viola István. Adásainkat visszanézhetik a Szentes Film weboldalon és YouTube csatornán. Viszontlátásra!